Jó napot kívánok! Önök a Déli Híradót látják, főbb híreink röviden. Csak a kormánypártok és a Jobbik vesz részt a betelepítési kvótáról kezdeményezett öt párti egyeztetésen. Fazekas Sándor szerint nem probléma, hogy 40 millióért plagizált tanulmányt kapott a minisztériuma, és nem vizsgálják el Simon László pénzeit, tehát nem derül ki, miből fizették a 281 milliós földvásárlást. És most a részletek. Öt párti egyeztetést tartottak a parlamentben ma délelőtt a betelepítési kvótáról kezdeményezett népszavazásról. A megbeszélésen csak a kormánypártok és a Jobbik képviselői vettek részt. Az MSZP és az LMP nem fogadta el a meghívást. Munkatársunk Várkonyi Gyula a megbeszélés előtt kérdezte az egyeztetés résztvevőit. Van számos olyan javaslatunk, ami érdemi és tartalmi a kérdésre vonatkozólag és a körülményekre vonatkozólag. Nyilván mi ezt elő fogjuk vezetni. De nem tudom, hogy mennyire lesznek konstruktívak a kormánypárti oldal prominensei. Hát, hogyha az elmúlt időszak tapasztalatait veszem alapul, akkor illúzióim nincsenek, de bízom benne, hogy hozzánk hasonlóan nemzeti ügyként kezelik ezt az egész problematikát, és ennek megfelelően állnak hozzá. Én úgy gondolom, hogy igen nagy a jelentősége, nem csak a mi generációnk, de a jövő generációi szempontjából is. Az a tét, hogy milyen ország lesz Magyarország. Alkotmányi módosításba belemennek-e, hogyha ezt javasolja a Jobbik? Hát az kérdés, ez szakmai kérdés, amit meg kell fontolni. De nem zárja ki a lehetőséget. A lehetőséget nem. A kötelező betelepítési kvóta azonban nem menekültekről szól, hanem egy eljárásról, és a népszavazási kezdeményezés is tulajdonképpen egyszerre szól arról, hogy elutasítjuk a kötelező betelepítési kvótát, és arról, hogy az Európai Unió különböző jogalkotói szervei olyan jogkörben hoznak döntést, ami nincs nekik átadva. Kollégánk tájékoztatása szerint tart még az egyeztetés, a részletekről a délutáni híradókban számolunk be. Elhatárolják a kvótapertől a népszavazási kezdeményezést, mondta Trócsányi László a ma délelőtt tartott sajtótájékoztatón. Korábban már pert indított az Európai Bíróságon a magyar kormány annak érdekében, hogy ne lehessen Magyarországra uniós törvény alapján menekülteket betelepíteni. Fehér Márta tudósít az eseményről. Magam részéről a... Igazságos és jogszerű a kormány országos népszavazási kezdeményezése az unió kötelező betelepítési kvótájáról. Ezt mondta Trócsányi László igazságügyi miniszter. Hozzátette, nem ritka Európában, hogy uniós kérdésekről tartanak népszavazást. Ennek kapcsán azt hangsúlyozta, hogy jogászok is vitatkoznak arról, hogy mi az unió és mi a nemzetközi jog. Ez utóbbiról ugyanis nem szavazhatnának itthon az emberek. Trócsányi László azt mondta, a népszavazási kérdés uniós jogot érint. Lopakodó hatáskör elvonásnak nevezte a miniszter azt, hogy Brüsszel valójában a tagállamokra kényszeríti a menekültek befogadását. A kormány számára tehát a szuverenitásról is szól ez a tervezett referendum, Trócsányi László szerint. A Nemzeti Választási Bizottságnak el kell utasítania a kormány által beadott népszavazási kezdeményezést, ha tartja magát az alaptörvényhez és a saját joggyakorlatához, mondta a Startban Latman Tamás nemzetközi jogász. Emlékeztetett, hogy nemzetközi szerződésekkel kapcsolatban nem lehet népszavazást kiírni. Ha mégis eredményes lenne a népszavazás, ami teljesen esélytelen, akkor is csak a referendum utáni időszakra lenne hatályos, vagyis csak attól az időponttól kötni a kormány kezét. Latman Tamás bejelentette, hogy ők mindenképpen beavatkoznak, ha mégis befogadná a kérdést a választási bizottság. Annak idén a kúria a mi népszavazási kérdéseinknél nyílt jogszabálysértéssel engedett be más szereplőket a mi népszavazási eljárásunkba. Ez azt jelenti, hogy ha most a Nemzeti Választási Bizottság átengedi ezt a kérdést, akkor felhasználva ezt a tavalyi, szintén jogsértő ellenünk alkalmazott precedenst, mi is bele fogunk avatkozni ebbe, és mi is a kúriához fogunk fordulni. Az Európai Parlament elnöke szerint 1294 ember betelepítéséről értelmetlen népszavazást tartani. Nyilatkozta a Népszabadságnak és egyértelművé tette, hogy a referendumnak ideológiai okai vannak. Korábban a Bildnek nyilatkozott Orbán Viktor. Mint mondta, felhúznának a lámpavasra engem itthon, ha engedném, hogy bevándorlók százezreit fogadja be Magyarország. Úgy érvelt az interjúban, hogy azért kezdeményezett népszavazást, hogy megakadályozza az uniós jogot sértő uniós kényszerkvótát. A Jobbik mindenben támogatja Orbán Viktor kvótákról szóló népszavazási kezdeményezését. Móra Gábor azt mondta, puszta véletlen, hogy egy nappal a kormányfő bejelentése előtt adták be az ezzel összefüggő alaptörvény módosítási javaslatot.
A demokratikus koalíció a népszavazás bojkottjára szólít fel. A szocialisták viszont még kivárnak. A liberálisok felhívták a figyelmet, hogy az alaptörvény módosítása lehetővé tenni a paksi szerződésről is a népszavazást. Nem egy embertől függ a kormányhivatal működése, mondta a Startban Szüdi János oktatási szakértő Áder János nővérének kinevezésével kapcsolatban. Attól, hogy új vezető van, az még nem változtat azon, hogy alultervezett a költségvetés, és kevés a jó szakember a szervezetben. A kormány arra törekszik, hogy kifogja a szelet a felháborodás vitorláiból, de ezek nem érdemleges intézkedések, a klikk nem válik tőlük menthetővé. Az az elképesztő dolog, hogy egy kormányhivatal, amely hivatalként működik, foglalja magába a köznevelési intézményeket, és kialakít egy függőségi viszonyt, egy aláfölé rendeltséget, ezt nem lehet így jobbá tenni. Lopják a jogainkat azzal, hogy már a népi kezdeményezés lehetőségét is elveszik tőlünk, mondta a Startban Szigetvári Viktor, az Együtt elnöke. A kedden a választási irodánál történt borzasztó események után nem maradhatunk szótlanul, ezért szervezett a mozgalom vasárnap délután 3-ra tüntetést a Clark Ádám térre. Elfogadhatatlan, hogy erőszakos fellépéssel akadályozzák meg egy referendum kezdeményezését. A magyar társadalom többsége Európa párti, a magyar társadalom többsége békepárti, nyugalmat szeretne, és az, hogy erőszakkal a Ferencváros labdarúgó klubhoz kötődő bűnözői szervezet, bűnözői csoportokkal együttműködve Kubatov Gábor irányításával itt történik egy ilyen bűncselekmény, amely éppen konkrétan ott szocialista politikusokat akadályozott meg a népi kezdeményezésükben, azt szerintem elfogadhatatlan. Endi Vajna és Szima Gábor mellett újabb erős kormánykapcsolatokkal rendelkező személyek törhetnek be a kaszinók piacára, írja az M4 honlap. 10 évre a nyíregyházi székhelye rendelkező Treff Klub Kft. Jogosult a játékkaszinó üzemeltetésére Győrben, olvasható a kormány.hu-n közzétett szerződésből. A koncessziós díj a korábbi szerződésekben is szereplő évi 111,6 millió forint lesz. Ezt az összeget egy olyan társaságnak kell majd kifizetnie, amelynek 2013-14-ben egy forintnyi árbevétele sem volt. A tulajdonosi struktúra erős kormánypárti kapcsolatot feltételez. A korábban csődbe ment céget nemrég az a győri ügyvéd vette meg, aki a sajtóhírek szerint több szálon is kötődik a kormánypárthoz. A győri önkormányzat ügyvédjeként dolgozott a Fidesz frakciónak is. A hvg.hu régebbi írása szerint korábban ő volt az a Fidesz közeli ügyvéd, akin keresztül egy hozzá több szálon kapcsolódó offshore hátterű cég megszerezte annak az ingatlannak a nagy részét, ahol az Audi logisztikai központja épült. Nem zavarja Fazekas Sándort, hogy 40 millió forintért plagizált tanulmányt kapott jó barátjától a Földművelésügyi Minisztérium, tudta meg a 444.hu. Mint ismert, ennyiért készített tanulmányt a Horváth László tulajdonában lévő Törökszentmiklósi mezőgazdasági ZRT a kazakh juhtenyésztésről. Később kiderült, hogy a tanulmány egy része egyszerű másolat. Mesterházi Attila emiatt írásban szólította fel a minisztert, hogy követelje vissza a tanulmányért kifizetett pénzt. Fazekas Sándor sajnálatát fejezte ki az eset miatt, de a pénz visszafizetését nem látja szükségesnek. Nem vizsgálják el Simon pénzeit, írta meg a 444.hu. Nyilvánvalóan alaptalan. Erre az álláspontra jutott Vejke Imre, a Mentelmi Bizottság KDNP-s elnöke, arra a vagyonnyilatkozati eljárásra, amelyet még a Blik kezdeményezett el Simon Lászlóval szemben, miután kiderült, hogy feleségével együtt összesen 281 millió forint értékben nyert állami földeket, és amely összeg a vagyonnyilatkozatából nem mutatható ki. El Simon arra hivatkozott, hogy ha hitelt vesz fel, az majd a következő vagyonnyilatkozatában jelenik meg. Vejke Imre ezt a védekezést tartotta elfogadhatónak, és erre hivatkozva utasította vissza a Blik kezdeményezését. Éles szóváltássá fajult a vita a Startban a Jobbik és a KDNP országgyűlési képviselője között, mert a kereszténydemokrata képviselő szerint korrupt az ózdi polgármester Jaricák Dávid, mert az önkormányzat cégénél a felügyelőbizottság elnöke, ami törvénytelen is, valamint csak nem 1 millió forint ruhapénzt vett föl az elmúlt egy évben. A Jobbikos országgyűlési képviselő viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy az ügyet a nyilvánosság elé táró fideszes képviselő Rizs Gábor már harmadszor változtatta meg a vagyonbevallását. Rizs Gábor
csalt a vagyonnyilatkozatában, majd hamisított, ugyanis ma reggel a parlament.hu-n már a harmadik verziója található az ő vagyonnyilatkozatának, ahol egészen konkrétan csak a miniszteri biztosi fizetését felejtette el feltüntetni. A vagyonbevallásban egyébként valaki hibázott, és utána ezt a hibát, ezt korrigálta, az teljesen ettől különböző dolog. Megszületett a BKV-nál a bérmegállapodás, amelyet két reprezentatív szakszervezet aláírt. A Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke elmondta, a megállapodás lényege, hogy az új bértarifarendszer kidolgozásáig minden dolgozó mozgóbérként egységesen 8000 forint béremelést kap januárig visszamenőleg. Emellett megállapodtak abban is, hogy a tavalyi 140 ezer forintos évi kafetériát 164 ezer forintra emelik. Ez havonta 2000 forint többletet jelent. Nem írt alá a megállapodást az Egységes Közlekedési Szakszervezet. Nemes Gábor elnök a Híradónak tegnap este azt mondta, az aláírással kiszolgáltatottá váltak a munkavállalók, jelentős létszám csökkentés jöhet, és alig kaptak valamit. Ez a probléma az, hogy ez a bizonyos 8000 forint, ami említésre került, hogy ennek a felét majd az eleve lemaradt bérű dolgozókra kell fordítani, mutatja azt, hogy valós érdemi bérfejlesztés mindössze 4000 forint mértékben fog megvalósulni, amiből, hogyha a különböző vonzatokat és a portékokat levonjuk, alig 3-4000 forintot kaphat majd meg dolgozók. Zika fertőzés gyanújával került kórházba egy nő Szlovákiában, számolt be róla az Új Szó. A portál szerint a nő nem sokkal korábban járt Dél-Amerikában. A nő állapota stabil. Délelőtt még csak arról szóltak a hírek, hogy Csehországban is megjelent a Zika vírus. A hivatalos tájékoztatás szerint egy férfi és egy nő is fertőzés gyanús, mindketten januárban jártak a járvány sújtott a területen. Beszámolók szerint miután hazaértek, fejfájásra, lázra panaszkodtak, testükön pedig pattanások jelentek meg. Ugyanakkor nincs szó járványveszélyről. Még csak 3 hónapos, de már is valóságos rajongó tábora van. A kis fekete jaguárt ma mutatták be a Szegedi Vadasparkban. A csaknem 5 kilós kölyök már átesett az állatorvosi vizsgálaton, és minden rendben találtak nála. A nagymacska 1 éves koráig maradt Szegeden, utána a prágai állatkertbe kerül. A Szegedi Vadasparkban már 2 alkalommal születtek utódai a jaguároknak. Most 3 év után a tenyészprogram kérésére ismét vállalták, hogy párosítják az állatokat. Az eredmény december 26-án érkezett, és különleges színű fekete foltos. Fekete is egy foltos jaguárunk van, ugye a foltos ugye az az igazi természetes szín, a fekete az pedig egy ritkábbik változat a természetben. Nálunk érdekes, mert a fekete apukának csak fekete kölyök esetett eddig, ugye a 4. kölyök. Én azt gondolom, hogy a kicsi a prágai állatkertbe fog tovább menni. A félkilósan született kölyök a mai mérésen már közel 4,5 kilót nyomott. Eleinte békésen tűrte a vizsgálatokat, de később már jelezte, hogy akármilyen kedvesnek látszik, ő mégiscsak egy vadállat. Teljesen egészséges, szépen fejlődik, jók a fogai, ezt már nem nagyon akartam mutogatni, mert rögtön lerúgta a kesztyűt a kezemről, de tökéletes kondícióban és nagyon szépen fejlődik, jó állapotban van. A kis nőstény jaguárt egyelőre egyedül az anyja neveli, hiszen a hímek saját kölykeikre is veszélyesek lehetnek. A nagy közönség várhatóan néhány hét múlva találkozhat a kölyökkel a kifutón, 1 év múlva viszont a prágai állatkertbe szállítják, ahol saját családot alapíthat majd. Most pedig megmutatjuk, hogy milyen időre számíthatnak a következő napokban. Judit, tiéd a szó. Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket is. A mai délután folyamán északnyugat felől az ország nagy részén hosszabb, rövidebb időszakokra kisüt a nap, azonban a keleti déli megyékben még folytatódik az erősen felhős idő, és főként ott számíthatunk délután még kisebb esőre, záporra. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 6 és 8 fok között valószínű. A következő napokban is folytatódik a tavasziasan enyhe idő, szombaton eleinte még több órás napsütés csaknem mindenütt valószínű, majd a délutáni órákban erősebben megnövekszik a felhőzet és többfelé várható kisebb eső. Ezzel együtt a hét végétől erősödik a nappali felmelegedés. Ahogy önök is láthatják, hétfőn a hőmérséklet csúcsértéke helyenként akár a 15 fokot is elérheti. Köszönöm a figyelmüket, a Szó a stúdiói. Köszönjük, Judit. Önök a Déli Híradót látták. 16:50-kor Világhíradóval várom majd önöket. További szép napot kívánok, viszontlátásra!